félre sikerült urbexek. Hát van ilyen, az lesz a munka címe ennek a videónak, hogy félre sikerült urbexek. Vagy félre sikerült felfedezés. Hát volt már ilyen 2 éve. Akkor csak akkor az volt a gond, hogy mindenhol, mint tudom, egy nap öt urbex helyszínt, vagy 4-et akartunk bejárni, de aztán mindenhol biztonsági örökbe botlottunk. Volt is a videóm erről, a Mese a kútnál című videóm. Akkor elmondtam, hogy nagyon bosszantanak a biztonsági örök, mert nem engednek be, meg lefülelnek. Akkor a István-telki vonat főműhelyt akartuk megnézni, meg a strandot, hát ott a újpesti strandot, Tungstram strandot akartuk megnézni, meg még voltunk egy-két helyen, de sehova nem tudtunk bemenni. Na, most itt nem ez volt a helyzet, most itt az volt a helyzet, hogy későn, tehát az utolsó pillanat után értesültem egy-egy objektumról, és mire oda mentem, már elkezdték bontani, illetve már benne a másik helyen, meg benne voltak már a felújításban. Ugye tegnap olvastam valamelyik ilyen csoportba, ilyen urbex-szel foglalkozó csoportba, hogy van egy óbudai villa, ilyen szellem villa, és azt érdemes megnézni. De aztán ott írták is, hogy hát pont tegnap kezdték el bontani. És hát hétfőn, mint kiderült, tehát ma van szerda, 2 napja kezdték el bontani. Illetve volt a másik, a Kandó Kálmán kollégium a Bécsi úton, hogy az már 10 éve bezárva állt, és tehát a hátsó utca felől szabadon lehetett bejárni, még törött ablakok is voltak, úgyhogy egy hatalmas, valami 600 fő részére annó létesült kollégium volt, ami 2007-ben bezárt. Rengeteg teremmel, meg mindent be lehetett volna járni. És nagyon, nagyon izgatott is lettem. De hát mire odaértem, már javában zajlott a felújítás, már felállványozva, már valami óriási beruházás. Ki tudja, mi lesz belőle, lakópark vagy, de lehet, hogy kollégium marad, bár azt nem hiszem. Na mindegy, lényegtelen. Az a lényeg, hogy mire odaértem, már bőven zajlott a felújítás, tehát erről lecsúsztam. De ez nem is volt annyira izgalmas. Ami jobban érdekelt, hogy hát ez a óbudai villa, hát ez viszont ami érdekes, hogy találkoztam egy úrral, ott pont mellette volt egy lakótelep, és ott mondta, hogy mesélt dolgokat, hogy ez egy cigány vajdájé volt, és az épület egy ilyen, hát ilyen elég gáz, ilyen cigánybarok stílusban épült villa volt. Hát majd egy pár képkockát berakok róla, amit ott csináltam. Ilyen boltívek, meg ilyen oszlopok, hát ilyen eltúlzott, ilyen rongyrázós stílusú, cigánybarok stílusú épület lehetett annak idején, hát már csak a váza áll, és pont dobálták le róla a cserepet a munkások, tehát itt ugye az a pont, mire oda mentem, már bontották le, tehát 3 nappal előbb megyek, mondjuk vasárnap, akkor még bejárhattam volna, bár az más kérdés, hogy lehet, hogy már semmi, tehát nyilván semmi érték, meg nem volt már bennem, hogy nem is az érték miatt mentem, hanem mondjuk dokumentumokért, meg itt tudom én, szóval lehet, hogy már ilyen, hát a bútorok ki voltak szórva az utcára, vagyis hát oda a udvarra, és már, na szóval lecsúsztam ma mind a két objektumról, illetve elmentem még ha már Óbudán voltam, a Pogánytoronyba, ahol 2 éve voltam, és ott is elkezdődött már valamiféle rendbetétel, kivágták a fákat, lebontottak ott ilyen romos épületet. Úgyhogy ez a mai nap, ez ilyen lecsúszós, pont épp hogy lecsúszós, objektumról lecsúszós urbex nap volt, úgyhogy azért mondom, hogy félre sikerült urbex
volt ez a mai. Na szóval, de ez a villa épület, szóval ez mesélte, hogy ez a cigány család is ott lakott a lakótelepen, de aztán kijárt Németországba, meg Hollandiába. Itt a piros, hol a pirosozni? Hát ezt nehezen hiszem el. Hogy itt a piros, hol a pirosban annyira megszedték magukat, hogy fel tudták húzni a 2000-es évek elején, 2000 körül egy ilyen villát. Hát ilyen jó pár száz négyzetméteres villa volt. És de hát mondta, hogy hát a csávó már meg is halt, az öreg. Öreg, állítólag 50 éves se volt, és cukorbetegségben meghalt, mert olyan mértéktelenül élt ez a Feri, azt hiszem, Feri, nem tudom milyen Feri, de azt mondja, hogy mázsa, 10 mázsa 20 volt. Gondolom ilyen, tudom én, 160 centis magassághoz, olyan brutálisan elhízott csávó lehetett, hogy volt egy merci, szerintem S-merci, és arra állítólag így kicsapták a kolbászt, a sült kolbászt, és meg a kenyeret, és ott a tetején ettek ilyen. Mondta, hogy nem tartott semmibe sem mértéket, piált, zabált, de úgy zabáltak állítólag, mint az állatok. Akkor gondolom nyilván mindenféle egyéb szenvedélyektől sem volt mentes a csávó, és hát cukorbetegségben meghalt. Hát most az, hogy pontosan mi volt a halálok, azt nem tudom, de azt mondják, hogy ott a bejáratnál, hát abban a bejáratnál volt felravatalozva, szóval egy ilyen, nem egy visszafogott család lehetett. Arra gondolok, hogy hát ez frankon megérne egy filmet is, hogy, a, hogy milyen kaland lehetett ez, vagy hát nem az, hogy kaland, hanem ilyen kis magyar valóság, tudod, Óbudán, hogy lakik egy kis lakótelepi panelba, kimegy itt a piros, hol a pirosozni, és úgy megszedi magát, hát nem becsületes munkával, hanem ilyen cigánykodással, annyira megszedi magát, hogy épít egy villát, amit aztán, hogy állítólag elvitte a bank, ugye nyilván felvettek valami hitelt, rá azt nem fizették, vagy a válság elvitte, és akkor most a bank bontatja le. Ja, és hogy ott a környező, mondta ez az úr, ez jó is, hogy ott volt, hogy utálták a környező lakosok itt ezt a rémes villát, mert nagyon csúnya volt, és mindenki már, hogy mondjam, felsóhajt, hogy bontják ezt a épületet. És hogy és akkor úgy olyan mértéktelenül él a csávó, hogy belehal. Még 50 éves korát se éri meg, és belehal. Szóval itt azért volt valami elég súlyos történet lehetett a háttérben. Na, felmerült egyébként több ízben, hogy hát amikor én arról beszélek, hogy szép valami, meg hangulatos, tehát urbexes értelemben, akkor azt úgy értem, hogy voltam néhány helyen, ahol hát ilyen elhagyatott helyen, és mondtam, hogy milyen hangulatos. Hát én ezt úgy értem, hogy tehát annak idején milyen hangulatos lehetett. Én amikor urbexek, akkor próbálom elképzelni, hogy milyen lehetett annak idején. És akkor úgy értve hangulatos a hely, hát nem a mai állapotában, vagy amikor éppen ott vagyok. Illetve amikor azt mondom, hogy szép, akkor urbexes értelembe véve szép. Tehát mondjuk az, hogy félelmetes, vagy általában félelmetes, vagy kihalt, vagy elhagyatottságába szép, úgy értem. Nem pedig a hagyományos értelembe vett szépségről beszélek, amikor nézd, hogy lehet szép valami. Hát nem szép persze, hát csúnya, de na hát szóval ezt a felfedező urbexesek értik, mi az, hogy szép, meg mi az, hogy hangulatos. Ha te is úgy érzed, akkor te is igazi urbexes vagy. Ha nem, akkor csak egy ilyen átlagos ember, aki csak a hagyományos értelembe vett fogalmak közt tud gondolkodni. Nem úgy, mint én, aki hát ugye mindenféle elvonatkoztatásra is képes, meg absztrakcióra a gondolkodásában. Illetve időutazásra is
az urbexesek időutazásra is képesek. Jelen időben, tehát abban a pillanatban, amikor a jelenben vagy, visszagondolsz, hogy milyen lehetett, és az kiegészítve a látottakkal, úgy értve fogalmazod meg, hogy szép-e, vagy hangulatos-e egy hely. Na, értem? Szóval erről ennyit. De nem vagyok csalódott, hát ez tök érdekes volt például ez a óbudai villa. Mondom, majd néhány képkockát majd beszúrok róla. Na, ilyen az, amikor lecsúszunk egy objektumról. Tegnap olvastam erről a óbudai villáról. Itt állt már elég régen. Beszerettem volna járni, de hát ilyen az, amikor későn jön az információ, és már lebontották, már elkezdték a bontását. Bassza meg, ha egy héttel korábban jövök, akkor akkor még simán be lehetett volna járni. Itt vagyunk amúgy a Gyógyszertár utca. Itt vannak ilyen lakótelepi épületek, és itt van ez a bizonyos villa. De hát későn érkeztem, ilyen az, amikor későn érkezek. Már bontják. Potyognak a cserepek, szóval ez itt most nem lehet bemenni. Ez volt ez a óbudai villa. Ide berakni ablakot, aztán a fene tudja, hogy a fal megmarad-e. Hogy csak lebontatják és úgy, de hát nem tudom. Hát szép van meg, de hát szerintem lebontják ezt az egészet. És ez mikor épült? 90-es években vagy? De nem emlékszem. Hát, utána. Mi jöttünk ide 89-ben lakni, akkor jöttünk az a lakótelep. Akkor itt lakott rá egy olyan 10 évre. Most 90, 2000 körül. Ja. Talán eltűnik már innen. Milyen Óbudán, hogy nézik ki? Itt a tévéhez itt járnak mindenek. Hogy nézett ki ez az Óbudán? Ja. Gondolom valaki lebontja a csere, még az jó cserét, meg a fa része, azt elviszik. Vagy csak lebontatja valaki. Hát a bank szerintem a banké. Ott a Kandó Kálmánnál nem videóztam, mert ott útszélén mondom, hát mit videózzak, hát megálltam egy ilyen autóbuszöbölbe. Ez rengeteg munkás, hát ez valami borzalmas, több milliárdos beruházás lehet, úgyhogy azt minek videóztam volna. És hát, ja, hát találtam egy épületet még ott Óbudán, ott a Pogány torony közelében még azt is. Hát majd azt is lehet, hogy beszúrom ebbe a videóba, mert végül is körbejártam, meg bekukkantottam, hát a funkciójára nem sikerült rájönni. De ha már ott voltam, mondom, megnézem. Hát ha valami érdekes találok, hát persze semmit nem találtam. Én ilyenkor, ami érdekesség, az ugye a dokumentumok lennének, esetleg személyes levelek, tárgyak, újságok. Érted, valami, ami hordozza a múlt hangulatát. Ilyenkor én azt szeretném, azzal szeretnék találkozni. Hát ritkán sikerül, be kell valljam, hogy vannak nálam nagyobb urbexesek, ők sokkal több ilyen dokumentumokat szoktak találni, meg jobb helyekre tudnak eljutni. Hát én a kis minimál szintemen sajnos általában. Hát azért volt egy pár jó hely, ahol jártam, ugye azért Olympia Hotel, akkor a Pogány torony 2 éve, Sunlight Hotel, még mostanában is voltam jó pár helyen, Parács-Sasvári üveggyár, akkor a most pont január 1-én voltam a Hűvösvölgyi Vigadóban.
Hát, szóval voltam azért egy jó pár, nem rossz helyen voltam, Szent Király Szabadján. Már ott is, már amikor teljesen csupasz volt, akkor... Hát, illetve volt egy pár dokumentum, de hát az már nagyon az enyészeté volt. Szóval azért voltam én a jó pár nagyon jó helyen. De hát ugye mivel kis videós vagyok, ezért nem nagyon... Tehát a nézők nem nagyon szoktak ajánlani nekem objektumokat, mint egy valami népszerű urbexesnél, a Gyulánál például, ott több tízezres nézettsége van, hát nyilván neki ajánlanak helyeket, heti szinten több objektumról kap információt, hogy mit lenne érdemes megnézni, hát én nem tudod, én csak így a netről szoktam informálódni, akkor egy-két ilyen csoportban benne vagyok, és hát így viszonylag nehéz olyan helyet találni, ahol amit nem nagyon zúztak még szét a vandálok, a fosztogatók, tudod. De mindegy, azért nagyon élvezem. Ezt a mait is élveztem, mondom, annak ellenére, hogy nem sikerült bejárni őket, meg már lecsúsztam. Hát ilyennek is kell történnie. Azért vagyok már egyre rutinosabb urbexes, mert hát ilyeneken is átmentem. Ugye 2 éve foglalkozom, 16 elején kezdtem el urbexeléssel foglalkozni, azóta hát egy jó 35-40 helyen jártam. Igaz, van egy a felfedezések lejátszási listámon, ott több mint 50 videó van, de abban benne van nem csak az elhagyatott, bezárt helyek, hanem a, például a magyar várak is benne vannak. Szóval az, hát az is felfedezés végül is. Tehát azért vettem azokat is be a felfedezések lejátszási listába. Így hát, de mondjuk ilyen elhagyatott helyekből, hát egy olyan 35-40 van körülbelül, ahol jártam, és hát ez egy kurva jó kis hobbi. Nagyon élvezem mind a mai napig, és remélem még sok. Hát már fogynak az objektumok, főleg Budapesten. De azért időről időre mindig felbukkan egy-egy kalandos urbex helyszín. Remélem ez a továbbiakban is így lesz, 2018-ban is. Remélem csinálok azért urbexes videókat is. Na hát ennyit erről akkor. Ma erre futotta. És akkor legközelebb egy marha jó helyszínről jelentkezem. Na, úgy látszik, ma nem volt eddig szerencsém. Eljöttem aztán a... Hát a körülbelül 10 éve bezárt Kandó Kálmán kollégiumnál. De azt is elkezdték, hát nem lebontani, hanem felújítani. Aztán gondoltam, hogyha... Már úgyis Óbudán vagyok, akkor menjünk fel a Pogánytoronyba, térjünk vissza. Azonban, ahogy itt jöttem, megpillantottam egy ilyen... házacskát, gondoltam, nézzük meg. Fölmegyek a Pogánytoronyba is, csak előtte kukkantsunk már be ide, hogy mi ez. Óbudai urbex nap. Kedvem szottyant eljönni Óbudára. Hát, támadjunk hátulról. Illetve menjünk körbe előbb, nézzük meg, mi ez. Aztán be is megyek majd. Uha, itt van pince is, ahogy látom. Építési terület. Idegeneknek tilos a bemenet. De én nem vagyok idegen. Én urbexes vagyok, azoknak szabad. Van urbex igazolványom. Na hát... itt volnánk a bejáratnál. Na hát nézzük meg.
Nézzük meg. Mióta lehet elhagyatott. Ugye. Plafon leszakadva. Igen, hát ez nem véletlenül építési terület, nagyon össze van zuhanva. Ja, itt az ennyi? Ennyi itt a főbejárat, hát ez nem sok. Porszívó. Mindenféle kenyő. Ez valami indián regény. Háború Észak-Amerikában. Na, menjünk valamerre. Nézzük meg a melléképületet. Nézzük. Ha már itt vagyunk. Aha, itt van valami tábla. Önkormányzati tulajdonában álló épület. Ez valami önkormányzati épület lehet nyilván. Aha. Igen, tele van szemetelve. CD lejátszó. Hú-hú! Hát, ez nem tetszik. Menjünk tovább. Nézzük meg hátulról. Ilyen a plafon. Kis bicikli belső. És a plafon szépen megvan. Omolva. Itt is. Hát itt ez... igen, csak veszélyes. Itt omlik be a tető. Hát, hogy nem kéne erőltetni. Aha, itt is. Hát beázik a tető nyilván. Itt is. Mint hogyha direkt minden helységnek a plafonja. Be lenne omlasztva. A, itt is. Lehet, hogy ez itt direkt van így megcsinálva, hogy már ne lehessen felújítani. Aha, és itt direkt ki, aha, itt ki van szedve a lépcsőfokok, hogy ne lehessen fölmenni. Aha. Értem már, értem. Ezt a komoly. Az beomlott. De szerintem ez direkt van itt beomlasztva. Tankom, hogy ne is akarjon bemenni senki. Jó, a kutya már ugat. Hát ezt nem tudjuk, hogy mi ez az épület. Hát nem is volt nagyon érdekes. Igazából, ó, felborult a Liberty, azt nézd. A kurva életbe. A
picsával. Bazd meg. A kurva életbe. Bazd meg. Kurva anyá. Ja, izé. Lágy talajra álltam. Ez fölborult. Hol van? Ezért nem szabad lágy talajra állni. Na jó, én fölmegyek a pogánytoronyba, ott folytatjuk. Na itt vagyok a pogánytoronynál. Na hát itt elkezdődött valami rendezési munka. Lebontották, azt volt ott egy épület. Úgy látom, lebontották. Meg itt levágták az ágakat. Valamit csináltak. Két évben voltam itt utoljára. Kivágták a gazt, meg a őserdőt. Ja. Úgy láttam, hogy ezt fel akarják majd újítani. Na, szóval helyre akarják állítani majd. Na hát, ezen nincs mit nézni, és nem akarok fölmászni oda. Ott kéne valahol fölmászni, az most macerás lenne. Hát jó, megcsináltam róla videót 2 éve.